Szerte a világon emberek milliói keresik az igazit. Az ideális házastárs jobbára hasonlókorú, társadalmi helyzetű, szexuális beállítottságú és fizikai megjelenésű. Bizonyos házasságok azonban olyan távol állnak ettől az ideáltól, hogy sokan igen furcsának tartanák őket. Az Egyesült Államokban él egy férfi és egy nő, akik külsejükben annyira eltérnek egymástól, hogy bárhol járnak, mindig magukra vonzák a tekintetet. Ha azt hiszik, hogy az én kapcsolatom tabunak számít, akkor csak gondolják úgy. A kettő az társaság, a három már tömeg, de nem ebben a San Franciscó-i házasságban. Nem tudnék másfajta életet elképzelni. Az, hogy több mint egy emberrel van szexuális kapcsolatom, csak tovább bonyolítja a dolgokat. Ausztráliában pedig egy férfi a tisztelet és az engedelmesség élő szobra, ám valódi énjét titkolja felesége előtt. Naomi semmilyen tagadás és visszafolytás nem tudta távol tartani ezt tőlem. Ezek a kapcsolatok sokak számára furának, másnak tabunak tűnhetnek. Tabu. Páratlan páros. Dobd ide, Kirsten! Oda dobom fel! Ők ketten olyannak tűnnek, mint bármely más fiatal pár, akik szeretik egymást és gyereket nevelnek. Dobd! Egy tényező azonban jócskán elválasztja őket a többiektől. Megpróbáltam rávenni, hogy odahozza neked. És pedig a kettejük közötti jelentős méretkülönbség. Christiane Ray és párja Jeremy Bowden igen szoros kapcsolatban élnek. Sikerült, Kirsten! Mégis mélyen különböznek egymástól. Én 81 cm. Magas vagyok. Dobd oda anyának! Jeremy pedig kb. 193 cm. Azaz ő jóval magasabb nálam. Christiane a törpenövés egyik ritka formájával született. Az orvosom azt mondja, hogy az izom tömege megfelel egy átlag emberének, vagyis olyan, mintha csak összepréselődtek volna az izmaim. Tehát egy magas ember vagyok egy tömör testben. A csontjaim görbék, ezért a lábfejem járás közben kifelé néz. Nagyon nehezemre esik a járás. Nagyobb távolságokra kerekesszéket használok, mert nekem 4 lépés annyi, mint másoknak 1. A törpe növésűeket általában kis embereknek nevezzük. Ám Christiane mérete ellenére nem azonosul ezzel a jellemzéssel. Tudom, hogy furának hangzik, de én teljesen normálisnak érzem magam. Mindig magas emberek között éltem. Sohasem vettek körül kis emberek. Talán ezért sem érzem úgy, hogy nekem keresnem kellene a többi alacsony növésű ember társaságát. Mert vannak, akik így tesznek. Mégis sok kis ember hajlamos a saját csoportjához húzni, hogy érezze az elfogadást. A statisztikai normáktól eltérő embereket gyakran másnak, alapvetően eltérőnek tekintik. A társadalom pszichológia azt tanította nekünk, hogy amint valakit másnak ítélnek meg, ott megjelenik az előítélet. A csoporton kívülieket alacsony rendűnek, fogyatékosnak, sőt, akár fenyegetőnek is tekintjük. Jeremy és Christiane csak az otthonukból kilépve érzik, hogy a többiek nagyon furcsa párnak tekintik őket. A legtöbbször megnéznek bennünket az emberek, amikor az utcán járunk. Elkészültél? De már megszoktuk. Köszönöm. Kérsz egy harapást? Igen. Mi mindent másként látunk. Én 81 centi magas vagyok. Ő pedig 193. Persze, hogy megnéznek bennünket. Akkor bámulnak meg a legjobban, amikor Jeremy felemel engem. De Jeremy kissé félelmetes külsejű. Talán a mérete miatt. Ezért az emberek, amikor vele vagyok, nem mernek annyira megbámulni. Tudod, ő az én védelmezőm. Ám az, hogy Christiane és Jeremy külseje ennyire eltérő, erős reakciót válthat ki a kívülállókból. Ha azt látjuk, hogy egy 80 cm magas nő egy 190 centishez megy férjhez, akkor azt rendkívül szokatlannak, sőt tabunak tekintjük.
Mivel a mi társadalmunkban az az elvárás, hogy a partnerek minden szinten egymáshoz illők legyenek, a társadalmi-gazdasági státuszuk, vonzerejük vagy iskolai végzettségük tekintetében. Ezért, amikor megjelenésükben egészen eltérő párokat látunk, azt csak igen nehezen tudjuk elfogadni. Christiane és Jeremy már megtanultak nem tudomást venni a közérdeklődésről. Amikor vásárolni megyünk, Jeremy betesz a bevásárlókocsiba. Vegyünk kekszet. Most? Tessék! És ez annak ellenére, hogy 24 éves vagyok, egyáltalán nem érdekel, de tényleg nem. Mert az a legjobb, ha betesz a kocsiba. Mert így nem kell egyszerre tolókocsit és bevásárlókocsit is tolnia. Így minden sokkal egyszerűbb. Csak bedobáljuk a cuccokat a bevásárlókocsiba és kész. Ráadásul így látok is, mivel a kocsi sokkal magasabb a kerekesszékemnél. Csak felállok a kocsiban, és megnézem, mire van szükségem. Kenyeret és sajtot is vegyünk, meg... A vacsorához? Igen. Hosszú története van az olyan tabunak tartott kapcsolatoknak, ahol a két partner bizonyos szempontból különbözik egymástól. Régebben a különböző bőrszínű emberek közötti kapcsolatok, vagy az eltérő hitű emberek kapcsolata tabunak számított. Ezt a fajta előítéletet azonban már leküzdöttük. Most, amikor nagyméretbeli különbségeket látunk, ugyanaz a tendencia jelenik meg, hogy elfogadhatatlannak tartjuk a kapcsolatokban az e fajta különbségeket, és elítéljük a párt, pedig lehet, hogy egymáshoz valók. Christiane és Jeremy a rájuk váró nehézségek ellenére elkötelezte magát egymás mellett. A barátságnak indult kapcsolatból végül szerelem lett. A középiskolában ismertem meg Jeremyt. Hosszú ideig tartott, mire kialakult kettőnk kapcsolata. Több évig és végül fél évbe telt, mire tényleg nagyon közel kerültünk egymáshoz. Minden nap együtt voltunk, aztán már nem is tudtunk egymás nélkül meglenni, és végül hozzám költözött. Már 6 éve élnek együtt. Ő az egész világot jelenti számomra. Én nem kis embernek látom őt, csak azért, mert én 193 centi vagyok, ő meg csak 81. Ez nem számít. Az számít, ami legbelül van, és nem az, ami kívül. Jeremy és Christiane esetében az ellentétek vonzák egymást. És úgy tűnik, hogy a szerelem könnyen megfeledkezik az élettani különbségekről. Az nem kérdéses, hogy biokémiai vonzerő működik a hasonló személyiségű emberek között. Az emberi agy először megnéz valakit, ám nagyon gyorsan elfelejtjük, hogy is néz ki az illető, és a személyisége kezd rabul ejteni bennünket. És amikor életbe lép agyunkban a romantikus szerelem kapcsolási sémája, az a személy jöhet akár más bolygóról, akkor is teljesen belehabarodunk. Otthon a pár jól alkalmazkodik a radikális méret és szükségletbeli különbségeikhez. Én azt gondolom, kettőnk kapcsolatának másokétól egészen eltérő oldalai is vannak, pusztán a fizikai igények miatt. Az a legjobb a Jeremyvel való kapcsolatomban, hogy ő egy nagyon gondoskodó ember. Segítek neki felkelni és lejönni a lépcsőn. A legtöbbször persze önállóan csinálja. Ha akarja, segítek neki főzni. Felteszem a munkalapra, ő megkészít egy finom makaronit, vagy bármi mást, én pedig segítek neki. Segítek neki megfésülködni, mert nem igazán tud hátra nyúlni. Christiane fizikai nehézségei ellenére a pár egészséges szexuális életet él. Szerintem szuper a szexuális életünk. Mivel ő olyan magas, én meg kicsi vagyok, őrült helyzetekbe bonyolódunk. Az biztos. Elképesztő pózokra vagyunk képesek. De ezt már mindenki képzeletére bízom. Sok odaadó heteroszexuális kapcsolat természetes következménye a gyermekáldás. Christiane és Jeremy számára azonban a nem tervezett terhesség nem adott okot az ünneplésre. Nem hittem, hogy végig ki tudok hordani egy kisbabát. Ezért szinte megdermedtem a félelemtől. És az első gondolatom az abortusz volt. Ez az igazság. Nézd, mit találtam az ágy alatt.
Jeremy Bowden toronyként magasodik partnere Christian Ray fölé. A férfi 193 cm, míg párja alig 81. Ez akkor volt, mikor születtél? Hát ez kicsoda. Amikor megtudtam, hogy terhes vagyok, megrémültem. Mert nem gondoltam, hogy lehet gyerekem. Nem hittem, hogy ez fizikailag lehetséges. Jaj, nézd, itt még a pocakomban voltál. Látod a pocakomat? Milyen nagy itt anya pocakja. Az orvosa legjobban a lány élete miatt aggódott. Azt mondta, hogy kizárt, hogy természetes úton szüljek. A medencém miatt sohasem szülhetek. És a szülőcsatornám sem elég nagy hozzá. Így simogattalak. Ám Christiane úgy döntött, hogy vállalja az igencsak kockázatos terhességet. Láttam őt az ultrahangon, és abban a pillanatban, amikor megláttam, a békejelét mutatta nekem. A képernyőn keresztül integetett nekem, és én mondtam, hogy ki van zárva, hisz ő annyira az én gyerekem. Kirsten 6 héttel korábban császármetszéssel jött a világra. Nézd itt, milyen aprócska vagy! Ám csak egy éves korában derült ki a szülők számára, hogy kicsinyük örökölte édesanyja törpenövését. Amikor megtudtuk, hogy Kirsten örökölte a kórképet, Christiane sírni kezdett, mert nem akarta, hogy a kislányának ugyanazokon a dolgokon kelljen keresztül mennie, mint neki. De én mondtam Christianének, hogy így minden sokkal könnyebb lesz, mivel ő itt van neki. Kirsten sokkal gyorsabban tanulhat, mint te, hisz te mindenben magadra voltál utalva. Ő viszont tanulhat tőled. Mi volt az orvosnál? Azt mondta, hogy olyan egészséges, mint egy ló. Ezekkel a szavakkal mondta. Christiane és Jeremy újabb babát szeretne. Ám 50% az esélye egy újabb törpenövésű gyermeknek. És ez igazi kétélű kart Christiane számára. Képzeljük el, hogy teherbe esem, és egy Jeremy méretű valaki fejlődik bennem. És bizony, amikor ő 6 héttel idő előtt megszületett, akkor is 48 cm hosszú volt. Erre én nem vagyok képes. Ha nem egy törpenövésű magzat fogam meg benne, a saját életét teszi kockára a terhesség alatt. Lehet, hogy idő előtt világra kell hozni a babát császármetszéssel, hogy megmentsék Christiane életét. Azért, mert a kicsi nyomhatja az anya tüdejét, amitől nem fog tudni lélegezni. Akarsz apul lovagolni? Ha még szeretnének gyereket, komoly dilemmával kerülnek szembe. Kapaszkodj a hónaljába! Egyesek szerint nem etikus tudatosan átörökíteni a fogyatékosságainkat utódainkra. Mások nem osztják ezt a nézetet. Ha azt választják, hogy legyen gyermekük, akkor ezt a döntést a legnagyobb tájékozottság birtokában hozzák meg, elismerve saját életminőségüket, saját értéküket és emberi méltóságukat. És lehetővé teszik, hogy egy újabb egyén jöjjön-e világra, akinek hasonló tünetei vannak, mint nekik, így hirdetve azt, hogy vannak, akik a statisztikai átlagtól eltérő állapotban is teljes életet tudnak élni. Bár vannak, akik szerint Christiane és Jeremy nem egymáshoz valók, ez nem befolyásolja egymás iránti érzelmeiket. Amíg fizikailag és érzelmileg vonzódunk egymáshoz, nem számít, mit gondolnak a többiek. Engem nem érdekel mások véleménye. Ha azt hiszik, hogy az én kapcsolatom tabu, akkor gondolják csak úgy. Én nem így gondolom. Ez a kapcsolat úgy szép, ahogy van, és én teljesen normális ember vagyok. Nem én akartam ilyennek születni, ezt elhihetitek. Mert ha én választok, akkor most olyan vagyok, mint bárki más. De nem így történt, nem én választottam ezt. Tehát nem tehetek róla. És Jeremy sem tehet róla, hogy belém szeretett. Miért ne szerethetnénk egymást? A szerelem legyőzheti a társadalmi tabukat. De vajon a féltékenységet is túléli, amikor egy házasságban több partner van jelen? A 21. századi Amerikában a házasság egy új neme van kialakulóban, és ebben kettőnél több ember kap szerepet. Nehezen tudom megérteni azokat az embereket, akik nem fogadják el, hogy én egynél több embert is szerethetek. A szerelem nem olyan behatárolt, mint amennyire ők gondolják. Az ő berendezkedésüket a legtöbb ember tabunak tekinteni. Vasárnap reggel van San Franciscóban. Míg Lon reggelit készít, a férfeleség Danny és Troy az emeleten lustálkodik az ágyban. Okay.
Jön a reggeli. Ez az ágyban reggeli azonban kissé különleges. Lon nem csupán Danny második szobatársa. Az összes maradékot megesszük. Hanem a második férje is egyben. Mindkét férjemet nagyon-nagyon szeretem. Élvezem a szabadságot, amit tőlük kapok, és a támogatást, amit egymásnak nyújtanak. És élvezem a puszta együttlétet velük. Én nem tudnék másként élni. Bújjunk össze. Oké. Ez egy szerelmi háromszög a szó igazi értelmében. Lon és Troy, a két férfi, egymásnak is partnerei. Danny a törvényes feleségem, és Lon a partnerem. Mindkettőjükkel elkötelezett kapcsolatom van. Mindenki alszik mindenkivel, mégsem tekintik magukat hármasnak. Jobban kedvelik a triád elnevezést. A hármas más, mint a triád. A hármasban három vagy több ember szexel egymással, a triádban azonban három személy komoly kapcsolatban él egymással. És az, hogy több mint egy emberrel szexelünk, csak tovább bonyolítja a dolgokat. Valóban bonyolult ez a poliamorinak nevezett kapcsolatrendszer. A szó jelentése több szerető. Lon, Danny és Troy boldogan élnek együtt ebben a több személyes kapcsolatban. A poliamori más, mint a poligámia, ahol a férfiak több feleséget tarthatnak. A poliamoriban a férfiaknak és a nőknek is több partnerük lehet. És ez más, mint a megcsalás. Mivel nyíltan, egyetértésben, megegyezéses alapon zajlik. Míg a megcsalás titokban, becstelenül és megegyezés nélkül történik. Danny és Troy 23 évvel ezelőtt kötött hivatalosan házasságot. A kezdetektől fogva mindketten olyan kapcsolatot terveztünk, hogyha más partnerrel is kezdenénk, az nem korlátozná az egymással való kapcsolatunkat. Így amikor Lonnal kialakultak a dolgok, egyre jobb lett az egész. Lon 8 év elteltével csatlakozott hozzájuk, és most mindenki nem hivatalos házastársa mindenkinek. Akkor jöttem rá, hogy poli vagyok, amikor a lány, akivel jártam, egy közös barátunk karjaiban kötött ki. És észrevettem, hogy nem is zavar a dolog túlságosan. Amikor felismertem, hogy nincs féltékenység a körül, hogy kibirtokol kit, már nagyon könnyű volt átlendülni a dolgon és megnyílni, rájönni, hogy ez nem is lehet olyan rossz. A legtöbb nyugati ember szívesen gondol magára úgy, mint aki csak egy személyhez hűséges. De vajon ez tényleg igaz a modern társadalmakban? A nyugati társadalmakban előszeretettel állítjuk azt, hogy hiszünk a monogámiában. És persze sokan tényleg hisznek is benne. De be kell látnunk, hogy a legtöbbször csak több szexuális kapcsolat után lépünk házasságra. Másodszor pedig sok házasságban az egyik vagy mindkét félnek van másik szexpartnere a házasság bizonyos szakaszában. Ezért úgy vélem, valamelyest álszentek vagyunk, amikor azt állítjuk, hogy a monogámia az egyetlen járható. Mindenki boldog otthonra vágyik. Ám ez a különös amerikai család hisz abban, hogy több esélye van-e végső cél elérésére. Mindenki jó valamiben, amiben a másik kevésbé. És így mindenki gyengéje áthidalható. Én gyakran háztartási menedzserként jellemzem magam. Vagyis én vagyok a házias férj. Megjöttem. Mi alatt Lon a háztartást vezeti, Troy hozza haza a kenyérre valót a családnak. Igen, hosszú volt a nap. Danny otthon dolgozik íróként és őrzi a családi békét. Az időbeosztás a poliamori kapcsolatrendszer egyik legbonyolultabb tényezője, mivel gondoskodnunk kell arról, hogy mindenkinek legyen saját ideje, legyen ideje a társaságra, és szabad időre a házon kívül.
Ez talán a legnehezebb az egészben. És a család negyedik tagját is szem előtt kell tartaniuk. Mondd, elvégezted a dolgaidat? Lon, Danny és Troy, a 16 éves Rowan szülei is egyben. Rowan a legfontosabb számunkra. Ez persze a legtöbb szülőnél így van. Troy a vér szerinti apja. Lon és én csak neveljük, de mindketten ott voltunk, amikor született. Mindig is a szülei voltunk. És igazi, valóságos szülők vagyunk. Rowan részben szülőanyjánál, részben pedig a Triád családi otthonában él. Poli családban felnőni éppen olyan, mint bármilyen más családban, attól eltekintve, hogy engem többen szeretnek és tisztelnek. Sokan tiltakoznak, hogy három szülő nem tud igazán foglalkozni egy gyerekkel. Hány gyereknek nincs még egy apja sem, aki tényleg odafigyel rá? Neki pedig kettő is van, és két anyja, akik tanácsot adnak neki, és elmondják a véleményüket a világ dolgairól. Kétszer is egyszerre döftük le egymást. Vajon Rowan neveltetése hatással lesz jövőbeni párválasztására? A partneremtől függ majd, hogy poli életet fogok-e élni, vagy sem. A homoszexuális szülőkkel folytatott kutatások szerint azok szexuális orientáltsága nem befolyásolja gyermekeikét. Ebben az esetben tehát Rowan a poliamóri családban felnövekvő gyermek agyában kifejlődhetnek olyan vonások, melyek vagy a homoszexualitás, vagy a heteroszexualitás, vagy a biszexualitás felé vezethetnek, függetlenül szülei irányultságától. Összebújjunk egy kicsit? Persze. Mialatt Danny és Lon együtt felmegy a hálószobába, Troy magára marad. Láthatóan boldogan hagyja, hogy csinálják a dolgukat egy emelettel feljebb. De hogyan birkózik meg ez a házas hármas a legalapvetőbb emberi érzéssel, a féltékenységgel? Alapjában véve természetünkből adódóan monogám lények vagyunk, párkapcsolatokat kötünk és utódokat nemzünk. Ezért agyunkban kialakult egy féltékenységnek nevezett rendszer, amely a számunkra rendkívül fontos kapcsolat őrzésére hivatott. A féltékenység legyőzése érdekében a triáda poliamorik által komperziónak nevezett hozzáállást gyakorolja. A komperzió elég furcsa szó, de még nem találtunk jobbat. Ez annyit jelent, hogy mi is örömetlenünk abban, ami a partnerünknek örömet jelent. Az az elméletük, hogy ha maguk is örömetlennek partnerük szexuális szabadságában, akkor a féltékenység kikerül a mérlegből. A féltékenység azt az elvárást foglalja magában, hogy valaki kizárólag hozzánk hűséges. Ha ez az elvárás eltűnik, akkor az illető többi szexuális kapcsolata nem jelent ugyanilyen fenyegetést. Nem feltételezzük, hogy az illető el akar hagyni bennünket, és nem érezzük, hogy visszaélt bizalmunkkal. Szereti a fonott hajat, de ő maga nem tudja befonni. A triádon belüli bizalom még több partner kapcsolatra ad lehetőséget. A házastársak korlátlan számú szeretőt tarthatnak. Szia! Szia! Ő tehát az első számú férjem, mert vele találkoztam először. Aztán itt a kettes számú férjem. És Troy a barátom. Adrian Troy barátnője, és a mi barátunk. Donna pedig az én legjobb barátnőm, illetve az egyik legjobb, és a volt csajom is egyben. És Michael több mint 10 éve az egyik legjobb barátunk. És most az én pasim. Igen, és most a te fiúd. Ez a jelenlegi felállás, de jövőre talán minden más lesz. Két férj, egy feleség, és korlátlan számú szerető. Danny mindkét férjének vannak barátnői a házasságon kívül is. Sok átlagos házas pár ezt a nyílt házasságtörést önzőnek, hanem éppen fenyegetőnek találja. Másokkal is randevúzhatunk egymáson kívül, de nagyon óvatosak vagyunk a kivitelezéssel. Olyannal nem randizunk, aki nem a barátunk, vagy aki nem lehet mindhármunk igaz barátja. Cselekedeteink jó részt azon a tényen alapulnak, hogy szilárd családi kapcsolatban élünk, és szerintem mindezt nem engedhetnénk meg magunknak e szilárd háttér nélkül. A poliamorit gyakran összekeverik a swinger életformával, amikor a párok közmegegyezéssel létesítenek szexuális kapcsolatot másokkal.
A swingereknél a szexen van a hangsúly, érzelmi kötelékek nélkül. A poliamoriban viszont a szex érzelmi elkötelezettséggel párosul. A több partnerrel rendelkező emberekről mások azt hiszik, hogy ezek biztos sokat szexelnek. Ironikus módon sok poliamori válaszadóm azt mondja, hogy egyáltalán nincs szó olyan sok szexről, mivel nagyon sokat beszélgetnek, egyezkednek és dolgoznak kapcsolatuk érzelmi oldalán, tehát szó sincs állandó orgiáról. Az emberek gyakran azt hiszik, hogy nekünk rengeteg szex jut. De ez nem igaz. Kinek van rá energiája? És kinek van rá ideje? Tudják, mi sokat beszélgetünk, sok időt töltünk kapcsolataink fejlesztésével, és sok időt szentelünk általában a kapcsolatban élőkre jellemző dolgokra. Egy csoport számára a házasságon kívüli szex az élet velejárója. A szex nálunk sem különbözik más kapcsolatoktól. Ez is az otthonépítésről szól, a családépítésről, a szeretteim összetartásáról, egy hosszú távon is fenntartható módon. A triád tagjai évfordulójuk megünneplésére elautóznak Redwoodba, ahol megújítják házassági esküjüket. Ezt a hagyományt évről évre megismétlik. Nem hiszem, hogy belefáradsz, ha megint ezt hallod. Troy, kedvesem. Megosztom veled a csodálatot, a barátságot és a kaland szeretetet. Nehéz megértenem, miért nem fogadják el az emberek, hogy egynél több embert is szeretek. Szeretlek, Lon, és megerősítem egy életre szóló kötődésemet. A szerelem nem szab olyan korlátokat, mint ahogy sokan gondolják. Lon, osztozom veled a meleg ételekben, a rossz filmekben és a gonosz játékokban, mivel te vagy az én próbakövem. A poliamoritól való félelem alapja a másságtól való félelem. Attól, hogy azt gondolják, jaj, én nem gondoltam volna, hogy Bob tényleg ilyen. De ha az emberek egyre inkább megértik, hogy mindegy hány emberrel alszik Bob, attól még Bob marad, annál inkább megértik, hogy ez nem is olyasmi, amitől félniük kell. Ez csak egy másfajta kapcsolatrendszer. Szeretlek, Troy. Megerősítem házastársi eskümet, és ígérem, melletted leszek betegségben és egészségben, jó és rossz időkben egyaránt. Életem minden napján szeretni és tisztelni foglak. Igazán örökké. Bármennyire is eltér a megszokottól, ez a szerelmi háromszög kiállta az idő próbáját. Az őszinteség és a nyitottság boldogságuk kulcsa. A titkolózás és a félrevezetés azonban másokat szétszaggat. Gyűlöllek, gyűlöllek! Hajnom kell tőled! Ez a nő azt hiszi, hogy a férje titkol előtte valamit. Itt volt ez a szegény asszony, válaszra várva. Segítségért kiáltott. Tudni akarta az igazságot. Ám felfedezése az egész világát lerombolja. Ettől majd megnő az önbizalma. A tizenéves lányok dolgairól beszélgető David és Lisa tipikus házaspárnak tűnik. Találtam egy helyet, ahová megint eljárhat úszni. Oké, tehát úszás és tenisz. Igen, és a zumbát is elkezdjük. Amikor 24 éve először találkoztak, első látásra egymásba szerettek. Beléptem az ajtón, és arra gondoltam, hogy hűha, ki ez a lány? Emlékszem, mondtam az anyámnak, anya, találkoztam álmaim lányával, és feleségül veszek. Lisa, a szégyenlős, 21 éves, minden szexuális tapasztalatot nélkülöző lány számára David tökéletes férnek tűnik. Mindig úriemberként viselkedett. Kellemes, romantikus zenét hallgatott. Állandóan virágokkal halmozott el, gyönyörű lapokat küldött, amit csak el lehet képzelni. Ő volt az álmaim hercege. Házasságunk első évei izgalmasan teltek. Nagyon nagy társasági életet éltünk. Egymást követték a koktélpartik, vacsorák és összejövetelek. Egészségügyi és szépségcikkeket forgalmazó kiskereskedésük hatalmas pénzügyi sikert hoz. Mindenki azt gondolta, hogy mi vagyunk a ragyogó pár, és imádjuk egymást. David és Lisa házassága álomba illőnek látszik.
Csodálatos volt a szexuális életünk. Emlékszem, amikor Liza mondta, Istenem, menjünk már ki néha a napra, mert annyi időt töltöttünk bizalmas kettesben. A házasságunk első 3-4 éve számomra maga volt a mennyei boldogság. Mindenünk megvolt, ám számomra véget ért a tündérmese. Az első néhány év boldogsága után David szexuális érdeklődése lanyhulni kezd. Sokszor sírtam jelente, mert amikor hozzábújtam, ő hátat fordított nekem, és azt mondta, hogy fáradt. Én meg arra gondoltam, hogy ezt a nők szokták inkább mondani. Aztán azt kezdtem hinni, hogy bennem van a hiba, mert már 4 hónapja nem szeretkeztünk. Lisa arra kezd gyanakodni, hogy a férjének viszonya van valakivel. Sok női munkatársa volt, és azt hittem, hogy talán valamelyikük megtetszett neki. Elmentem egy orvoshoz, és megkérdeztem tőle, hogy mi lehet a baj. Nagyon féltékeny vagyok. Menjek talán pszichiáterhez. Teljesen elbizonytalanodtam. Lisa ösztönei helyesnek bizonyulnak. David valóban megcsalja. Munka közben megismerkedtem egy ügyféllel. Boldog házasságban élt, és nagyjából egyidős volt velem. Ezen a bizonyos éjjelen felhívtam, hogy találkozzunk, és ő elővette egy magazint, egy melegeknek szóló magazint, kirakta elé. És így szólt, akkor is nézegethetsz ilyesmit, ha nős vagy. Én ránéztem és megkérdeztem, te ilyesmiben lesz örömet? Erre ő, igen, de ezt nem sokan tudják. Akkor éjjel szexuális kapcsolatot létesítettünk egymással, ami mindkettőnk számára hatalmas kielégülést és beteljesedést hozott. Tudtuk, hogy ez természetes, vele született része az életünknek, és semmilyen tagadás, visszafojtás nem tudja távol tartani tőlünk. A legtöbb férjezett nő számára egy másik nővel való hűtlenség is elegendő árulás. Lisa férje azonban egy másik férfival csalja meg a feleségét. Lisa mindenképpen elárulva érezte volna magát, amikor rájön, hogy David lefeküdt valakivel, de ha ugyanakkor azt is felfedezi, hogy David titkol előtte valamit, ami énjének központi része, méghozzá azt, hogy férfiak iránt érez szexuális vonzalmat, megint csak becsapva érezné magát, amiatt, hogy egy olyan férfival élt együtt, akit nem is ismert igazán, és ez már kettős árulás. David Lowe-nak egy férfival van viszonya. Ám a felesége inni akar neki, amikor a férfi azt állítja, hogy sokáig dolgozik. Fura, mert sokszor megkaptam, hogy a férjem alig van otthon. De hát David dolgozik, és valóban a pénzzel nem is volt gond. Elég szép pénzt kerestünk, és ha szeretünk valakit, annak mindent elhiszünk. David véletlen találkozása a meleg férfival valójában látens homoszexualitását ébresztette fel. A házassága 5. évében kettős életet kezd élni. Kisétáltam az ajtón, kezemben aktatáska, rajtam az öltöny. Szépen felöltözve, mintha üzleti megbeszélésre mennék. David rendszeresen ellátogat egy a város másik felén található fürdőbe. Amikor a fürdő előtt megálltam, mindig levettem a jegygyűrűmet. Arra gondoltam, hogy most leraktam a házasságomat. És talán őrültségnek hangzik, de az agyamban kialakítottam egy sor iratszekrényt. Amikor a meleg érzéseimet kellett kielégítenem, kulccsal kinyitottam a szekrény legfelső fiókját, majd felnyitottam azt a fiókot. És a meleg vágyaim kielégítése után becsuktam a fiókot és szépen bezártam. Így kapcsoltam át az agyamat a normális világból a melegek világába néhány óra erejéig. Majd megint beszálltam a kocsimba és ismét férjé alakultam át. David 15 évig éli ezt a kettős életet. Éjjel titkos fürdőházi találkákra jár, nappal pedig a családjáért él.
Ő csak egyike azon 2 millió férfinak a világon, akik házasok, ám valójában saját nemükhöz vonzódnak. A meleg férj gyakran nem azért létesít házasságon kívüli szexuális kapcsolatot, mert boldogtalan a házasságában. Sokszor továbbra is szereti legális házastársát. A vágyait azonban nem tudja itt kielégíteni. És vannak, akik a szexet és magát a kapcsolatot elkülönülten kezelik. A felszínen Lisa és David továbbra is boldog házasságban él. 30-as éveik elején kislányuk is születik. Lisának nem jelent gondot beazonosítania a fogantatás éjszakáját. Tudtam, melyik éjjel fogant, mivel nem voltunk együtt túl gyakran. A szülés után a pár szexuális élete teljesen tönkre megy. Miután megszületett, többé egyszer sem aludtunk együtt. Mindig kitalált valami jó kifogást. És a boldog családi kép felszíne alatt egy meggyötört férfi roskadozik. Csak feküdtem az ágyban, de nem tudtam aludni. Nyitott szemmel hevertem ebben a csodálatos házban, amit építettünk. Vadonatúj Mercedesek állnak a garázsban a földszinten. Valóra vált az álmunk. Legbelül pedig egy rémálmot éltem meg, amivel nem tudtam szembenézni. A gondolatot, hogy elveszíthetem a lányomat és a családomat, a barátaimat. Egyszerűen képtelen voltam elfogadni. David, attól tartva, hogy mindent elveszít, nem képes elmondani az igazságot. A feltárulkozás egy meleg személy számára egyet jelenthet társadalmi rangja elvesztésével, a családi támogatás elvesztésével, a gyermekéhez való jogának elvesztésével. Ezért egyesek elbizonytalanodnak és véget vetnek ezeknek a kapcsolatoknak, a rájuk váró negatív következményektől tartva. David a házasság mellett dönt. Felesége azonban a férj titkolózása ellenére lassan tisztán kezd látni. Beszéltem Davidnek velem flörtölő férfiakról. De ő sosem lett féltékeny, és meséltem neki más nőkről és a partnereikről. És ekkor, amikor magamat másokkal vetettem, összejöttem rá, hogy itt valami nincs rendben. Végül Lisa hangot is ad gyanújának. Figyellek ám, és ha kiderül, hogy buzi vagy, kértem, hogy mondjon valamit, megkérdeztem tőle, hogy melege, de ő csak annyit mondott, hogy nem vagyok meleg. Nem vagyok. Persze, amikor mindezt a fejemhez vágta, én mindent tagadtam. Lisa szemébe néztem, és ennyit mondtam csak. Nem, abszolút tévedsz. Nagyon nehéz volt ez az időszak, mert csúnyán cserben hagytam őt. Ott volt ez a szegény asszony, válaszért kiáltva, segítségre várva. Az igazságra vágyott, és a szíve mélyén tudta az igazat. Az igazság azonban mélyebben rejlik, mint ahogyan azt Lisa valaha is képzelte. David homoszexualitásának története jóval a házasságánál korábbra nyúlik vissza. Az első meleg szexuális tapasztalatot körülbelül 17-18 éves koromban szereztem. Egy haverommal éltem át, akivel a suliban találkoztam, és olyasmi volt ez, ami felvillanyozott, izgalmat, felszabadultságot, megkönnyebbülést és boldogságot hozott. A társadalmi nyomás azonban valódi nemi hovatartozásának tagadására ösztökéli. Minden haveromnak volt barátnője. Az az elfogadott társadalmi norma. Mindenki abban a hagyományos irányban halad. És akkoriban én is szerettem volna megtalálni álmaim asszonyát, hogy megállapodjak és családot alapítsak. David arra számít, hogy meleg érzései átmenetiek csupán. Vannak férfiak, akik abban a hitben vesznek nőt feleségül, hogy heteroszexuálisak, vagy nincsenek teljesen tisztában magukkal, és csak idővel ismerik fel meleg mi voltukat. Más meleg férfiak szándékosan vesznek olyan nőt feleségül, akik maguk is vagy leszbikusak, vagy nem, így leplezvén magukat a társadalom előtt. Ezt egyesek szakálnak hívják, mert ezzel tartják fenn a heteroszexualitás látszatát.
Amikor David találkozik Lisával, a sorsa megpecsételődik, és Lisáé is. Két teljes évtizeden át az a sorsuk, hogy hazugságban éljenek. Együtt, mégis külön. David Lowe kettős életet él. 20 évnyi hazugság után azonban a felesége belebotlik a szörnyű valóságba. Az egyik éjjel égett a hálószobájában a villany. Felkeltem, és végigmentem azon a hosszú folyosón. Olyan hosszúnak éreztem akkor. És kinyitottam az ajtót, és ott megláttam. Igen, David ott volt, és nézte azokat a férfiakat. Lisa rajta kapja a pornót néző Davidet. Abban a pillanatban, hogy kinyílt az ajtó, tudtam, hogy mindennek vége. Vége a hazugságoknak. Ez volt életem legrettenetesebb pillanata. Lisa legszörnyűbb félelmei váltak valóra. Ekkor csak ennyit mondtam. David, és ő nem tudta, mit évő legyen. Gyorsan kikapcsolta, én pedig mondtam neki, hogy végre megkaptam a választ. Le voltam sújtva, és még ma is. Tudom, hogy vicces, ön is tudja. De inkább ne akarja megtudni. Ott hagytam a szobában, és visszamentem azon a hosszú folyosón. Leültem a sötét nappaliban, és arra gondoltam, hogy most mihez kezdjek. Szeretett engem David valaha? Visszanéztem az esküvői videókat, és arra gondoltam, Istenem, az egész hazugság volt. A 44 éves Lisa élete romokban hever. Gyűlölet és dümardossa. Gyűlöllek! Hánynom kell tőled! Tényleg gyűlöltem őt. Teljes szívemből. Olyan harag volt bennem, amikor visszagondoltam arra a sok Istenem, arra a sok elvesztegetett évre. A hasonló esetekben mély szégyenérzet gyötri az érintettet. Egy tönkrement házasságban a homoszexuális fél eljátszotta minden kártyáját. Hiába fogyna le, hiába vállalna többet a háztartásban, hiába viselkedne másként a hálószobában, ha egyszer a saját neméhez vonzódik. És végül ez a meghatározó dolog, amit a legális házastársnak el kell fogadnia. Azt, hogy semmit sem tehetnek azért, hogy társuk megváltozzon, mivel a társuk nem romlott, hanem így teremtetett. Szétesett életének újjáépítése Lisának 4 fájdalmas önvizsgálattal teli évébe került. Érdekes, hogyha újból élhetném az életem, akkor is hozzámennék Davidhez, és lenne egy gyönyörű lányunk. De akkor jóval hamarabb elhagynám. Figyelemre méltó tény, hogy Lisa és David ma is barátok. Az asszony eltökélt vágya a sebek begyógyítására jól párosul a férfi újra megtalált nyíltságával és őszinteségével. A törvényes világban Lisa volt az első ember, aki megtudta, hogy meleg vagyok. És ő a feleségem volt. A hosszú ideig megtört szívű Lisa meg tudott bocsátani férjének a sok évnyi megtévesztésért. Mit érezhetett ennyi évi hazudozás után arról, ki is ő? Rettentő nehéz lehetett. Egyszer aztán, ahogy néztem, arra gondoltam, Istenem, meg tudok bocsátani neki. De ideje tovább lépni. Amikor David elmagyarázza közeledő válásuk okát tinédzser lányának, a legjobban attól fél, hogy elveszíti őt. Ennyit mondtam, drágám, nagyon egyszerű az oka. Apa meleg, kicsi. Ezt mondtam neki, hogy meleg vagyok. Ő csak rám nézett, aztán mindjárt Lizára, majd megint rám nézett. Végül felült, odahajolt hozzám és átkarolt. Aztán így szólt, nem baj, apa. Nem te tehetsz róla. Nem a te hibád. Ezek a kapcsolatok talán sokak számára tabunak számítanak. A tökéletes pár keresése közben azonban az emberek nem mindig a társadalmi ideát követik.
És mindig lesznek olyan párok, akiket furcsának tekintenek. Narrátor Korognei Géza, munkatársak Szűcs B. Alíz, Férentáj Bernadett, Horváth Zoltán, Végvári Ágnes, Nyerzsi Csilla, Kogzita. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.